1848. március 15-én nemzetünk egy emberként mondott nemet a Habsburg elnyomásra, a magyar nép sárba tiprására. A nemzeti dal egyetlen pillanat alatt állította talpra a forradalmár magyar szíveket. Örök példát adva minden embernek a Kárpát-medencében összefogásról, bátorságról, szabadságvágyról, a nemzet erejéről, élni akarásáról. Szabó Péter polgármester március 15-i ünnepi beszédében kiemelte, 1848 emléke arra is kötelez bennünket, mi is bátor válaszokat adjunk a mai Európa nekünk szegezett kérdéseire, kihívásaira. Az ünnepi köszöntő után átadták Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központban a tisztes polgár kitüntetést, melyet a paksi önkormányzat hozott létre a város köztiszteletben álló olyan lakosai számára, akik személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült köztiszteletben álló polgárai, és több mint 20 éve Pakson élnek. Idén is ketten részesültek az elismerésben. Molnár Imréné Ancikát, ha névről nem is, de a tevékenységéről szinte mindenki ismeri a városban. Az atomerőműből vonult nyugállományba. A karitatív munkát egészen kicsiben kezdte, a buszmegálló környékén figyelt fel a szegény sorsú, lecsúszott egzisztenciájú, segítségre szoruló emberekre. Vitte nekik a forró teát és egy kis élelmet. A saját házánál majd a Szent István téren 10 éven át tartott karácsonyi ételosztást, majd létrehozta a segítők házát Pakson, és ott folytatta a karitatív munkát. Munkájához mindig erőt adott a családja, gyermekei és a hite. Ez a magyar föld olyan csodálatos, olyan szíveket, lelkeket nevel a hátán, és ez a magyar szó, ez a magyar nyelv, hogy itt nem lehet más tenni, csak szeretni, dolgozni és élni. Egy munkának a csúcsa akkor kap elismerést, ha akiknek mi segítünk, azokon látjuk, hogy kiemelkednek, hogy elfogadják, hogy tesznek azért, hogy nekik jobb legyen, hogy látják, hogy van értelme, hogy szeretetet kapnak a szívükbe, hogy ezt tudják érzékelni, tudják továbbadni, hogy másképp nevelik a gyerekeiket, hogy van igényük, és nekünk az a legnagyobb ajándék és a legnagyobb, legszebb elismerés. Mindig van mit cselekedni, tenni, mindig van mit gondolkodni, és este mindig megtervezem a másnapot, és előre a hónapokat írom a naptáromba, hogy el ne felejtsek valamit, mert azért a 70 év az a 70 év, de nem nagyon szoktam, de még cédula nélkül vásárolok, hogy valakit meg ne sértsek, hogy elfelejtem, mert nagyon szeretek minden embert embernek nézni. Havonta 200-250 ember jön hozzánk adományért, és hát ez elosztok ugye 4 hétre, de így össze még soha nem adtuk, de azt gondolom, hogy azok keresnek meg bennünket, akik nem csak adományra van szükségük, hanem egy kis lelki támaszra is. A másik díjazott Siklósi Mátyás, aki az utolsó paksi kádár. A családi hagyományt követte, hiszen édesapja is kádár volt. A mestervizsga letétele után önálló iparossá vált, 150-200-300 literes töltyfa hordókra specializálódott, de pálinkás hordók is kikerültek a keze alól. Közben folyamatosan modernizálta, gépesítette a műhelyét, azzal együtt, hogy a régi szerszámokat is megőrizte. A precíz, hagyományos fa megmunkálás híve. Munkáival találkozhatunk Pakson, Szekszárdon és más szőlőtermesztő vidéken is. 70 éves koráig üzte az ipart, de barátoknak, ismerősöknek ma is szívesen dolgozik. Nagyon boldog vagyok, nem hittem volna, hogy egyszer itt állok a színpadon, és ilyen tárt vertek. Nem számítottam én erre, hát én nem vagyok egy akkora ember itt ebben a városban, hogy ezt, de meglepett, mikor egy szerda este megyek haza, és a feleségem mondja, hogy hívjam fel egy illetőt, mert akar velem fontosan beszélni, és akkor jelentette be, hogy miatt majdnem padlót fogtam, hogy igen, meglepett. Egyedül vagyok ezen a pályán,
sajnos azt mondtam, hogy majdnem a megyébe, hát egyébként Bátorszéken még van egy ember, aki csinálja, de egyedül vagyok, és az formált meg a fejembe, hogy úristen, hát még egy pár év, és én elmegyek. Ki fogja ezt csinálni? Mert nagy szükség van rá. Hiába, hogy jönnek ezek a tartályok, nem, a hordóra szükség van. Tehát ezt az nem fogja helyettesíteni, és igen, ez a bánatom, hogy egy ember tudtam kitanítani a pályám alatt, az is a fiam volt, sajnos nem folytassa a szakmát. Jobb helye van, ő tovább tanult, még ment felsőfokkal, és egész más vonalon van. Ugyan tudna, mert olyan képesítése van, hogy szakmunkás képzőbe szakoktatónak tudna menni, mert azt a iskolát végezte el. Úgyhogy egyedül vagyok, és nem tudom, hogy lesz-e utánpótlás. Egy pár éve volt nálam egy tévé, az M1, amikor a jelfogónak csináltak riportot 5 hiány szakmáról, és ebben az egyik a Kádár volt, és azt találtam mondani a riporternek, hogy ha most még valaki jelentkezne, ez körülbelül 5-6 éve volt, akkor még volna annyi erőm, hogy azt ki tudnám tanítani. Sőt, mondom, egy jelképes áron még a szerszámokat is továbbadnám. 4 jelentkeztek, de ez se ért oda a műhelybe. A díjátadást követően a Paksi Bezerédi Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort Szabadság Szerelem címmel. Tatra magyar, ki a haza? Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!